Atomok, az univerzum építőkövei. Rejtélyesek, furcsák és elképzelhetetlenül kicsik. Ha az öklödben lévő atomok akkorák lennének, mint egy üveggolyó, az öklöd akkora lenne, mint a Föld. Szemléltessük másképp. Ha egy homokszemet felnagyítanánk 1 kilométer átmérőjűre, a benne lévő atomok akkorák lennének, mint az eredeti homokszem. Az univerzumban minden atomokból épül fel. A csillagok, az állatok, a növények, az épületek, a tárgyak, a levegő, amit szívunk, és az emberek is. Mennyi atom van az univerzumban? 100 millió, billió, 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 billió atom. A furcsa az bennük, hogy szinte teljesen üresek. Egy atom 99,99999999999% teljesen üres, vagyis nem teljesen. Attól függ, hogyan definiáljuk az üres teret. A kutatók nemrég felfedezték, hogy nem létezik teljesen üres tér, mert mindent kitöltenek a kvantumingadozások, ahol az anyag folyamatosan megjelenik, majd el is tűnik, de ez egy másik videó témája. Ha valahogy ki tudnánk vonni az atomokból az üres teret, az egész emberiség összes atomja elférne egy teáskanálban. Tételezzük fel egy percre, hogy az atomok így néznek ki. Minden atomnak 3 alkotó eleme van, a proton, a neutron és az elektron. Ezeket az alkotó elemeket szubatomi részecskéknek hívjuk, és van belőlük még egy pár, amiket lehet, hogy egy későbbi videóban bemutatunk, de most térjünk vissza az atomhoz. A protonnak pozitív töltése van, a neutronnak semleges, az elektronnak pedig negatív a töltése. A proton és a neutron együtt alkotják az atom magját, és az univerzum 4 alapvető kölcsönhatásának egyike, az erős kölcsönhatás tartja őket össze. Az elektronok nagyjából 2200 km per másodperces sebességgel száguldanak, de lehetetlen meghatározni, hogy hol is vannak pontosan. Éppen ezért az atomok nem így, hanem sokkal inkább valahogy így néznek ki. Ezek a valószínűségfelhők az úgynevezett elektronpályák, ahol az elektronok 95%-os valószínűséggel megtalálhatók. Az elektronok megtalálásának valószínűsége közelít a nullához, ahogy távolodunk az atommagtól, de valójában sosem lehet nulla. Tehát elméletileg lehetséges, hogy egy atom elektronja valahol az univerzum másik végében legyen. Sajnos senki sem tudja pontosan, hogy egy atomon belül mi hol van és pontosan hogyan működik, de a 95%-os valószínűség elég volt ahhoz, hogy ennek alapján megalkossuk a periódusos táblázatot. Ha minden atomokból áll, akkor miért van ennyiféle anyag, és miért nem néz ki minden ugyanúgy? A válasz az atomok szerkezetében van. Ez teszi a dolgokat különbözővé. Vegyünk egy protont és egy elektront, és hidrogént kapunk belőle. Tegyünk hozzá neutront és protont, és héliumot kapunk. Tegyünk hozzá még párat, és szén lesz belőle. Még párat és fluort kapunk, vagy még többet, és arannyá válik, és így tovább. Egy elem minden atomja ugyanolyan. Az összes hidrogénatom az univerzumban például teljesen egyforma. A testedben lévő hidrogén pontosan olyan, mint a napban lévő hidrogén. Ráadásul a testünket alkotó atomok nagy valószínűséggel más állatok, növények vagy tárgyak részét képezték a múltban, és ez vár rájuk a jövőben is. Egyik ember, állat és növény a másik után az idők végezetéig, még végül minden örökre sötétségben nem borul. De ez már egy másik történet. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, ha szeretnél több ilyen tartalmat látni, akkor iratkozz fel a csatornára, vagy támogass a Patreonon. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!